zene, tánc és igazi közösségi élmény. A megújult Széphalmi Kossuth kertben kastélykerti mulatságokat tartottak az idősek világnapja jegyében. Az érkezőket Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntötte. Ez a település az egyik legismertebb település Magyarországon, hiszen Kazinczy Ferenc életének jó részét ott töltötte Széphalomban, sőt a névadója is volt a településnek, hiszen addig Kisbányácskának hívták. Mi törekszünk arra, hogy egy olyan millió legyen a falu kellős közepén, ahova bátran engedhetjük és hívhatjuk a turistákat, a vendégeket. Sokat dolgozott ez a falu, nagyon sok nehézségen ment keresztül, ugyanúgy, mint Újhely, Széphalom és határszéli település lett, földjeiből egy rész eltűnt, nagyon sokat kellett dolgozni, és nagyon sok munkával lehetett megélni, de azt gondolom, hogy nem mondok újat, itt Tokaj-hegy alján, és a hegy közben nem adták ingyen az életet, úgyhogy azért nagyon sokat kellett tenni. A Csatolt település önkormányzati képviselője Sebes Péter örül, hogy az újonnan átadott kertet élettel tudják megtölteni. Elkészült a kert, és szeretnénk ezt élettel megtölteni, és ennek az első lépése, hogy ezt a kastélykerti mulatságokat visszahozni, illetve jó pár rendezvényt bízunk benne, hogy a járványhelyzet és minden egyéb engedi majd, hogy jó pár rendezvényt hozhatunk ide. A másik pedig, amit szeretnénk hangsúlyozni, hogyha úgy birtokba veszik a fiatalok, birtokba veszik bárkik, akik itt szeretnének programokat, hiszen úgy volt felépítve az egész tervezés, hogy ezt bárki használhassa, kijöhessen ide egy kis csapattal, legyen vízvételi, áramvételi lehetősége, van egy kemence, amit használhatnak, és akkor ilyen kettős céllal is szól egy szervezet és egy spontán programoknak a helye. A rendezvényen többek között szerepeltek a Kazinczy kert óvoda gyerkőcei és a Holdfény Mazurett tánccsoport, majd pedig az Abba Sisters szórakoztatta a jelenlévőket. ...2008-ban alakult az Abba Sisters zenekar, és 2009-ben volt az első fellépésünk. A Mamma Mia című film kijött a mozikba, és annak kapcsán jött az ötlet, hogy mindenki már ismeri az Abba dalokat, és már nem csak az idősebbek, hanem a fiatalabb korosztály is, akkor mi lenne, hogyha mi is feldolgoznánk őket. És hát látjátok, hogy hárman vagyunk lányok, és nem véletlenül, mert ez is a film inspirálta ezt az ötletet, és ugye nem az eredeti zenekari felállást, a két fiú, két lányt raktuk színpadra. Ugyanezen a napon párhuzamosan a Széphalmi programokkal Károly falván családi napot tartottak, kihasználva az indián nyár nyújtotta szabadtéri lehetőségeket mind a két település részen.